Ahogy az imént Géza befejezte, egy elég tragikus témával folytatjuk, mert hogy hazánkban halnak meg a legtöbben kerékpározás közben az uniós országok közül, a Magyar Kerékpáros Klub azt szeretné, ha minimális oldaltávolságot határozna meg a KRESZ, meg és is az unió mutatom. Célkitűzése, igen, hoztak másfél nekünk egy méter. pólót, amiből Igen. egyértelmű ez az elvárás, és miközben a magyar kerékpárosok ezért küzdenek, az unió célkitűzése meg ugye az, hogy 2020 és 30 között a felére csökkenjen a közlekedési balesetben elhunytak száma. Ahogy látták, vendégünk már van, ő hozott pólót, egy rövid összefoglaló után Halász Áronnal folytatjuk. Minket autósokat se kell félteni, de én mind a két oldalon állok, tehát én biciklizek is, meg közlekedek is. Nincsenek jó tapasztalataim sajnos, ezt kell mondanom a kerékpárosokra. Vidéken elsősorban a főutak mentén történnek súlyos, sokszor halálos kimenetelű kerékpáros balesetek. Városban is előfordul, hogy elsodornak bringást, mint például a Tököli úton 3 éve, ahol a biciklis fel is vette, hogyan gázolják el. A városi kerékpáros balesetek többsége mégis inkább kereszteződésekben történik. Egy friss felmérés szerint az Unióban Magyarországon a legmagasabb a halálos kimenetelű biciklis tragédiák száma. Sárgával jelöltük az uniós átlagot, a piros oszlop mutatja a magyar arányszámot. A Magyar Kerékpáros Klub szerint jobbak lennének a mutatók, ha a KRESZ pontosan szabályozná előzéskor a kötelező minimális oldaltávolságot. Azt javasolják, hogy településen kívül 1,5 méter, lakott területen 1 méter legyen az előírt távolság. És itt is van Halász Áron, a Magyar Kerékpáros Klub szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Ez ilyen egyszerű, mint ahogy ezen a pólón mutattad, hogy oldaltávolság, 1,5-1 méter, és megszűnnének a balesetek? Hát, hogyha arról beszélünk, hogy a közlekedők között hogy lehetne az együttműködést fokozni, akkor az ilyen egyszerű nagyjából. Figyeljünk oda egymásra, és vigyázzunk a gyengébb közlekedőre, bármilyen közlekedési eszközzel vagyunk. Nyilván itt azért óriási felelőssége van a döntéshozóknak és a közutak tervezőinek is, hogy milyen feltételeket szabnak ahhoz, hogy az emberek biztonságosan tudjanak eljutni A-ból B-be. Nyilvánvalóan az az arány, amit említettél, hogy hát akkor az erősebb vigyázzon, a teherautós vigyázzon a kocsira, a kocsi vigyázzon a biciklistára, a biciklista vigyázzon a gyalogosra, ez így rendben van. De akkor, hogyha az embereket az utcán interjúvolják a másikról, akkor én óhatatlanul mindig kiérzek egy feszültséget, mindig a másik a hibás. Ez így van, ez mindig így szokott lenni. Azért én azt tapasztalom, hogy vannak ezek a kicsit ijesztő számok, ugye ezt a balesetet is 1 millió lakosra vetítették, nem mondjuk a megtett útra. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon sokan bicikliznek, egyre többen, és kicsit még elmaradott azért az infrastruktúra, és főleg vidéken, ahol mondjuk két település között nincsen mondjuk kerékpárút, és a nagyobb tömegű jármű találkozik a kerékpárral, ott mondjuk komolyabb baleset lehet. Attól függetlenül például 2015-ig láttam most egy statisztikát, amit elővettek legújabban, ott is azért az látszott, hogy csökkent a halálos balesetek száma, ami azt mutatja számomra legalábbis, hogy ahogy többen ülnek biciklire, úgy biztonságosabb lesz. Mit tud tenni a biciklis, hogy vigyázzon magára? Induljunk ki ebből. Hát legyen ő is együttműködő, próbáljunk kicsit a másik fejével gondolkodni, tehát ne tegyen olyan mozdulatokat, amik kiszámíthatatlan. Egyébként ez nem könnyű, tehát hogy én autózom is, meg néha biciklire is ülök, de hogyha valakinek nincs jogsia, akkor mondjuk azt, hogy van egy holtér, vagy az ajtóajtaját kinyitják, belelóg a bicikli útra, ez nem biztos, hogy egyértelmű valakinek, aki nem szokott autóba ülni. Vannak ilyen oktatófüzetek, a Kerékpáros Klub is kiadott egyet, abban nagyon sok ilyen tipp le van írva. Igazából kisebb gyakorlat után szerintem ezeket azért meg lehet tanulni nagyjából, hogy mondjuk ne álljunk be a holtérbe, ahol nem látszik ugye a tükörből, a lámpánál menjünk kicsit előrébb, és legyünk egyértelműek, kiszámíthatóak. Vannak országok, ahol egy pohár sörrel, borral még el lehet vezetni autót. Magyarországon teljes a zéró tolerancia, ugyanakkor például még a parlamentben is előkerült a téma, hogy például vidéken a biciklistáknál esetleg nem életszerű az, és akkor most itt nem a versenykerékpárosról vagy a túrakerékpárosról beszélek, hogy valaki mondjuk a kocsmából mondjuk egy fröccs után hazamegy. A jogszabály erről most hogy szól Magyarországon? Pár éve vezették be azt, hogy hát egy kis italozás után azért főútvonalon kívül lehet biciklizni, és ugye igazán gumiszabály van arra, hogy alkalmasnak kell lenni a kerékpár vezetésére, de hát ezt kezdve, aki hívott egy kicsit, és utána nem mondja azt, hogy alkalmas. Sőt, egy alkalmasabb, nem? Leginkább. Úgyhogy mi ezt a kerékpáros klubnál nem igazán helyeseltük. Nem helyeselték.
Egyébként látták azt, hogy például ezzel kapcsolatban növekedett bármiféle statisztika? Tehát, hogy például, amikor itt egy statisztikáról beszélünk, ami egy nagyon szomorú statisztika, ugye, beközre játszhat ez önök szerint? Hát a statisztika pont azt mutatja, hogy a súlyos és halálos balesetek azok csökkennek. Minden közlekedési módban 2015-ig legalábbis, az a legfrissebb, amit láttam, és a kerékpára is vonatkozik. Tehát azért lehet, hogy inkább ilyen könnyebb dolgok történhettek talán. Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon más típusúak a balesetek vidéken, meg a nagyvárosokban. Vidéken mit lehet csinálni most azon túl, hogy sok helyen nincsen bicikliút? Ha nincsen, akkor erre hogy tud elővigyázatosabb lenni a biciklis? Szokták azt mondani, hogy az építkezést, tehát hogy mondjuk ennyi pénzt költünk építkezésre, akkor költsünk ennyi pénzt kommunikációra. Én azt szoktam mindig mondani, hogy azért a szemléletformálás és az infrastruktúra fejlesztése annak közösen kéne történnie. Mostanában inkább csak szemléletformálás volt eddig. Nagyon sok EU-s forrás lesz most kerékpárút építésre is, tehát hogyha ez a kettő majd együtt mozog, akkor szerintem az segíteni fog. Én azért azt tapasztalom, hogy az utóbbi 10 évben mindenféleképpen, hogy javult a közlekedő közti együttműködés kerékpáros szempontból biztos. Van különbség, hogyha az ország különböző régióit nézek, teszem azt például Komlón kevesebben bicikliznek, nálunk Pécset, mivel hegyes lankás vidék, kevesebben bicikliznek, viszont tudom, hogy például Nagykőrös biciklivel jár. Abszolút így van, az Észak-Alföld és az Alföldnek a nagy része, meg a Kis-Alföld az, amelyik a legbiciklisebb Magyarországon. Egyébként a európai top 3-ban vagyunk az Eurostat szerint, tehát hogy aki hetente többször biciklire ül közlekedési célból, az nagyjából a lakosság 20-23%-a. Ennél jobb csak Dániában és Hollandiában van, azzal a különbsége, hogy ott sokkal fejlettebb az úthálózat, sokkal kerékpáros barátabb, mi Magyarországon meg úgy megoldjuk, ahogy éppen tudjuk. Hány évesen érdemes ezt elkezdeni mondjuk gyerekekkel megszerettetni? Hát szerintem nagyon hamar. Igazából az unokaöcsémnek pont most akartunk venni a szülinapjára egy ilyen kis futóbiciklit. Jaj, nehogy innen, nehogy innen, nehogy innen, itt a fal előtt, nehogy a tévéből tudja meg, hogy nem kaptam. Nem, de kiderült, hogy már van neki. Tehát, hogy igazából már nagyon sokszor látjuk azt, hogy a legkisebb gyerekeket is valamilyen módon már közel hozzák a bringázáshoz, és igazából nem lehet elég korán kezdeni. Van különbség egyébként a bicikli használat között? Tehát, ahogy például mondjuk vannak olyan német-alföldi régiók, ahol kifejezetten a turisztikai biciklizés van, nálunk azért napi használat az, hogy valaki elmegy a boltba, elmegy a munkahelyére, hogy a városon belül használja. Igen, és ez a legfontosabb, hogy ezek az úti célok, amiket az emberek ahova mennek, ahova járnak, az intézmények, iskolák, boltok, stb. Ezek elérhetőek legyenek az utak, és az ott le tudjanak parkolni. Tehát, hogyha ezek megoldhatóak, akkor szerintem a közlekedő közti együttműködés is sokat javulni tud. Mostanában azért a bringa utak így kicsit kaotikusak. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy úgy beszélünk a bicikli utakról általánosságban, hogy jó, ha van, és akkor ez rendben is van ez a téma. Közben sok hír szól arról, hogy nem biztos, hogy jól van kialakítva, nem belátható, balesetveszélyes. Mennyire okosan tervezik ezeket az utakat, akik ezt tervezik? A kerékpáros klub most nagyon sok egyeztetésre jár, vidéki és budapesti egyszerre. Egyre jobb a tervezők hozzáállása, azt látjuk, és azért ma már kezdenek leszokni ezekről a járdára, festünk egy sárga csíkot, ott, ahol éppen kicsit van egy kicsit több hely, mindegy, hogy utána az a gyalogosokkal vagy autósokkal konfliktust fog okozni. Ma már azért jobb a felfogás, de még mindig egy kicsit azért változó, és amikor valaki először biciklire ül, azért a régi bringautok és az új bringautok találkozásának könnyen zavarba jön, de én azt látom, hogy egyre többen használják, úgyhogy megoldják valahogy az emberek. Most ez egy nagyon, hogy is mondjam, bonyolult kifejezés, ez a nemzetgazdasági haszna mekkora, de pontosan tudjuk azt, hogy például a hollandok fölpakolják a bicikliéiket, megérkeznek valahova, leteszik a kocsit, és onnantól fogva, amíg haza nem mennek föl, nem veszik a kocsit, csak bicikliznek. Abból a szempontból mi például a turisztikai helyeinken, Balaton, Velencei tó, vagy a Dunapartja, vagy éppen a Tisza környéke, jól állunk, hogy érdemes már hozzánk külföldieknek is eljönni biciklizni? Hát én azt mondanám, hogy érdemes, mert hogy olyan szép helyeket lehet látni, és egyre nagyobb a kerékpáros turizmus, az infrastruktúra még mindig nem fejlődik ilyen módon, de hát majd meglátjuk, hogyha kiépül a Dunamenti Bringa út, a Budapest-Balaton, a Balatonkör, és ezek jól készülnek el, akkor szerintem ez óriásit fog majd lökni ezen a turisztikai vonalon. Vigyázzunk egymásra, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk. Köszönöm szépen. Köszönjük.